Mi danas počinjemo potpuno novu eru. Új időszámítás kezdődik számunkra mától. Így harangozta be Alekszandar Vučić köztársasági elnök azt, hogy Szerbiában is elkezdődik az elektromos autók gyártása. Mint mondta, a befektetések terén és jövőbeli hozzáállás terén is új idők kezdődnek. Eddig nem készült elektromos autó Szerbiában, és az új technológiák terén is lemaradásban volt az ország. Most viszont a világ fejlődésével együtt tud lépni Szerbia is. Mi smo danas potpisali dogovor o finansiranju električnog automobila koji će se proizvoditi u Kragujevcu. I mi vjerujemo da će sad ide period tranzicioni do kraja 2023. dakle godinu i pol dana. Već od početka 24. idemo sa proizvodnjom jednog modela koji će biti na više u više fabrika proizvođena sa našim modelom u trećoj fabrici u trećem kvartalu 2024. godine, što će biti neverovatno, rekao bih, prilika za Srbiju da može da se pohvali da ima proizvođača, tako renomiranog proizvođača električnih automobila. 2035-re át kell állni elektromos járművekre. Ez az Európai Unió álláspontja. Közölte Carlos Tavares, a Fiat Chrysler cégcsoportot is magáénak tudó Stellantis vezérigazgatója. Absolutely everything is changing in the automotive industry right now. It's a very fast pace of change. It's a very strong magnitude. But I can tell you, I'm a very, very confident and very, very happy CEO of Stellantis. I know that our people are totally focused. I know that our people are on board. Elhangzott. A szerbiai elektromos autók a középosztály számára készülnek majd, és reményeik szerint népszerűek lesznek. A szerb államfő pedig azt is elmondta, hogy az elektromos autók elterjedéséhez sok töltőállomásra és megújuló energiaforrásra van szükség.